Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Azt olvashattuk ma a Blikkben, hogy folyamatosan csatlakoznak újabb és újabb magyar önkéntesek a szíriai polgárháború felkelőihez, méghozzá a szabad szíriai hadsereghez. Névtelenséget kérő informátorra hivatkozik a lap, állítólag már 93 magyar zsoldos harcol Szíriában, de nem csak a felkelők oldalán. Tarjányi Péter a vendégem, jó estét kívánok! Szép estét! Kezdjük az alapoktól. Hogy lehet valakiből zsoldos? Tehát alszik, felébred, azt mondja, hogy mennék harcolni. És akkor hát, hova? Hivatalosan sehogy. Tehát ez azt nyilván. Magyarországon, tehát törvények tiltják, hogy valaki egy másik országba elmenjen harcolni, és ott adott esetben emberek életét veszélyeztesse, sérüléseket okozzon, vagy nehogy Isten meg is ője őket. Tehát ez bünteti a törvény. Viszont rengeteg kalandvágyó ember van, és igazán ezt a hírt is azért én ketté bontanám. Vannak olyan háborús övezetek, ilyen volt például a balkáni helyzet annak idején, amikor akár délvidéki magyarok, egyszerűen azért, mert besorozták őket a szerb hadseregbe, kénytelen kelletlen valahogyan belesodródtak, de mint ottani állampolgárok hát ez a harcokban. Ez is egy más helyzet. Így van. Aztán van, amikor valaki kettős állampolgár, tehát adott esetben szír magyar állampolgár, Szíriában született, Magyarországon tanult, itt rendelkezett egy egzisztenciával, aztán ahogy kirobbant a polgárháború, ugye most már lassan 2 éve hazament, mert úgy érezte, hogy valamelyik oldalhoz neki csatlakoznia kell, és ekközben ő az állampolgárságát, tehát a magyar állampolgárságát megtartotta, és így vett részt a harcok. És van a harmadik kategória, akik, ahogy előbb is mondtam, vagy kalandvágyból, vagy pénzért, tehát ez a súlyosabb, olyan övezetekbe, háborús övezetekbe mennek, ahol vagy teljesen amatőr módon úgy érzik, hogy ott megtanulják majd a harcban, hogy hogyan lehet valaki katona, ez elsősorban a fiatalokra jellemző, és vannak olyan emberek, akik igazán a gyilkolási ösztöneiket szeretnék így kiélni, és tudatosan háborús övezetből háborús övezetbe vonulnak. Nem nagyon volt egyébként az elmúlt 15-20 évben olyan válság helyzet a világban, ahol ne lettek volna egyébként magyarok valamilyen úton. Ez ennyire általános? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát engem, megmondom őszintén, ez a hír annyira nem lepett meg. Egyrészt a Balkán miatt sem, de hogy ne menjünk nagyon Szíriától, vagy attól a térségtől messzire, mondjuk Észak-Afrikában, amikor Líbiában a felkelések elkezdődtek, ott is voltak külföldiek. Például a Kadhafi, tehát a kormánypárti rezsim oldalán a pilóták jó része szerb volt, pilóta volt, és egyébként a harcokban is, ahogy én hallottam, kormánypárti oldalon is voltak magyar zsoldosok. Azt még el tudom képzelni, nem tudom elképzelni, tehát én csak a film élményeimből táplálkozom. De azt még valahogy így logikailag le tudja az ember vezetni, hogy valaki elmegy egy háborús övezetbe, és ott a kormány erők oldalára, például itt a pilóták esetében, Kadhafi mellett, jelentkezik egy tehát valamilyen kormány szervnél, katonai szervnél, és akkor azt mondja, hogy nekem ilyen és ilyen kiképzésem van, és én jöttem. De hogy felkelő csapatokhoz, melyeknek ugye pont az a jellemzője, Szíria esetében a magyar foglyok és azok kiszabadítása kapcsán, ugye beszéltünk erről, ön említette, hogy 22 felkelő csapat van, tehát hogy nem egységesek. Valaki kimegy Szíriába, és ott elkezd bóklászni, és közben kírja magára, vagy elkezdi híreszteni, hogy én azért jöttem, hogy lennék zsoldos, ha kellek valakinek, és akkor egyszer csak egymásra találnak az utcán. Hát azért ez egy kicsit ilyen nagyon kalandfilmes megközelítés volt. Az elején. Igen. Tehát ebben is van két irány. Van az egyik, amikor ténylegesen valaki zsoldosként, tehát pénzért, valamilyen fajta ellenszolgáltatásért megy ki harcolni. Az ilyen típusú ember általában valamilyen fajta katonai előképzettséggel rendelkezik. De vagy hogy találja meg a keresletet? Vannak toborzóirodák, vannak olyan ügynökök, hát most nem tudom másképp. Tehát vannak felkelőknél is vannak toborzó irodák, miközben a felkelőnek jellegénél fogva az a lényeg, hogy neki bujkálnia kell. Ez polgárháború, tehát én azt gondolom, hogy itt van egy kis tévedés, tehát Európában a szíriai polgárháborús helyzet miatt nagyon komoly biztonsági problémák léptek fel. Tehát például most csak nem menjünk messzire, például a magyar pénzváltó piacon, tehát az illegális pénzváltó piacon azért azt lehetett tudni, és lehet tudni, szerintem a nézők is ismerik, hogy szír pénzváltókról azért lehetett hallani.
Európában a szír pénzváltók szervezték tulajdonképpen a felkelők komoly pénzügyi bázisát. Emiatt például Szíriából fejvadászokat, bérgyilkosokat küldtek, zsoldosokat küldtek szét Európában, akik a szír pénzváltók közül jó párat levadáztak. Nem Magyarországon, hanem külföldi országokban voltak ilyen emberülések, például Csehországban. Tehát ez az egyik irány, amikor ilyen zsoldosokat keresnek. Aztán vannak olyanok, akik az ottani térségben harcolnak. Tehát, és vagy a kormány oldalhoz, vagy a felkelő oldalhoz csatlakoznak toborzóirodán keresztül. Ha nem hitből teszi, akkor szinte mindegy is, ha mondjuk pénzért megy. És az a szörnyű egyébként, hogy egy pillanat alatt vált is. Tehát, hogyha ő a felkelők oldalán volt, de egyébként kap egy jobb ajánlatot a kormány oldal részére, akkor ő átáll, és azon az oldalon kezd el harcolni. És van így, ahogy ön is fogalmazott, aki vallási indítatásból megy el. Vannak ilyen magyar fiatalok, akiknek az iszlám ilyen fajta szárnya, a harci szárnya is adott esetben érdekes. Egyre több ilyen hírt lehet hallani, és bizony közöttük van olyan, aki vallásindítatásból, kalandvágyból megjelenik abban a térségben. Nagyon-nagyon leegyszerűsítem a problémát, vagy egyáltalán az ügyet. Ha csak nem az első három variáció, amit felsorolt, tehát az elsőt most kizárom, hogy valaki kettős állampolgár, szír, de ez mondjuk itt tanul, érthető, akkor mondjuk igen. Bírja a nyelvet. Igen, igen, de igen. Aki azt mondja, hogy akár pénzért, vagy nem pénzért, hanem harcvágyból, vagy ölésvágyból kimegy mondjuk Szíriába, és csatlakozik az egyik csapathoz, mindegy, hogy melyik oldalon, nincsenek nyelvi nehézségek? Tehát őnek például hogy magyarázzák el, hogy ki az ellenség és ki a barát? Tehát hogy lehet irányítani, hogy lehet parancsokat adni egy olyan zsoldosnak, aki feltételezhetően, ha ilyen hirtelen ölés a vágyból egyszer csak felkerekedik és megy, akkor ez hogy fogja ott kiismerni? A felkelők oldaláról mindig vannak irányítók, tehát általában az ilyen zsoldos katonáknál nagyon-nagyon ritkán van az, hogy az összes zsoldos egy egységben van szervezve, hiszen pontosan egyrészt a nyelvi nehézségek miatt is, másrészt irányítási problémák miatt is, őket elsősorban szétszórják. Különböző felkelő vagy kormánypárti saját egységben. Ők egyszerű zsoldosként, egyszerű katonaként ott vannak, a nyelvi nehézségeket általában angol nyelven áthidalják, tehát azért ebben a szakmában, hogyha lehet így fogalmazni, azért az angol nyelv ismerete az alap, és ezen a nyelven tudnak egymással kommunikálni. Na most van egy passzus a Blick cikkében, amit aztán nagyon magyarázatra szorul a számomra, úgyhogy segítsen a megértésben. Az informátorra hivatkoznak, tehát aki az adatokat adta, és ez az informátor azt mondta a Blicknek, hogy amelyik magyar önkéntes nem arab származású, ugye erről beszéltünk, az náci ellenes. Ők a szélső jobbos magyarok ellen harcolnak Szíriában. Ez utóbbi fegyveresei egyébként Kelepcébe is kerültek, mármint hogy a szélső jobbos magyarok a damaszkuszi repülőtér ellenőrzéséért vívott harcban, és itt is estek el közülük 11-en. Ők szerepelnek a nyilvántartásainkban, bizonygatta az informátor. Ő 6 magyarról tud, aki akármilyen front Al-Qaidához is köthető szélsőséges iszlamista terrorszervezethez csatlakozott, akik szintén a lázadók oldalán harcolnak. Mi van? Tehát vannak ottan náci magyarok, nem náci magyarok, egyes a magyarok magyarokkal is harcolnak? Hát van olyan, amikor magyarok ellen harcoltak, például a Balkánon is, zsoldosok. Tehát volt olyan, akik a szerb oldalon voltak, és volt olyan, aki a horvát vagy bosnyák oldalon, és összekerültek. Tehát ilyenről hallott úgymond a komandós szakma, vagy a zsoldos szakma. Az, hogy Szíriában most a magyar gárdából lennének kint, és ott magyarok ütnék egymást, szerintem nekem ez egy kicsit ilyen kacsagyanús, tehát hogy soknak tűnik ez az ilyen fajta összefüggés. Az biztos, hogy magyarok nyilvánvalóan vannak a térségben, efelől nincsen kétségem, tehát harcoló egységben magyarok. Egyébként most, hogy készültem egy picit a szereplésre, úgymond van néhány videó föltéve az internetre, ahol konkrétan például megneveznek arcokat, akik magyarok, például egy aknavető üteg egyik parancsnoka, állítólag egy magyar származású férfi. Tehát nincs kétségem a felől, hogy vannak magyarok a térségben, nincs kétségem a felől, hogy harcolnak magyarok a térségben. Az, hogy egymás ellen harcolnának, és a hazai
problémákat úgymond Szíriába kivinnék, és ott játszanák le ezeket a dolgokat, ezt szerintem... Hát itt az Informátor azt mondta, hogy a magyar lázadók azután kezdtek szállingozni, hogy a Jobbik és a félkatonai magyar gárda, írja lap, szimpatizánsai fegyvert fogtak az Assad rezsim oldalán. Tehát, hogy, de egyébként meg is kérdezték Gyöngyösi Mártól, jobbikos képviselőt, aki azt mondta, hogy a párt Assad elnök rendszerét támogatja, ám annak kormányával nincsen kapcsolatuk. Tehát az, hogy most valaki Jobbik szimpatizáns, és ezt, hogy Assad elnök rezsimjét támogatja, ideig értjük, és már hogy hallottuk tőlük. Ez egy politikai állásfoglalás. Ez egy politikai állásfoglalás. De hogy tehát kimentek Jobbiktól, Magyar Gárdától az Assad rezsim oldalán harcolni, ezért aztán mások is magyarként úgy gondolták, akkor nekünk meg kell mennünk a szabad szíriai hadsereghez. Tehát ez elképzelhető? Ezt a részét nehezen hiszem el, viszont az biztos, hogy ez az információ a hatóságok figyelmét most már nem kerülheti el. Tehát én azt gondolom, hogy Szíriával azért az elmúlt 14 hónapban kellőképpen kellett, hogy foglalkozzon a magyar terrorelhárítás, hiszen elraboltak magyarokat. Ennek kapcsán én azt gondolom, hogy a helyi szervektől rengeteg egyéb információt is be tudtak gyűjteni. Ezeknek az információknak egy jó része ilyen szempontból biztos, hogy forró információ, tehát olyan, amivel foglalkozni kell. És egyébként annak felderítése, hogy ténylegesen kik azok, akik adott esetben embereket gyilkolnak egy másik országban, és magyar állampolgárok, és az ő felelősségre vonásuk ez miként és hogyan történhet, ez hivatalosan dolga a magyar szerveknek. Tehát már ilyen, hogy valaki hazajött valahonnan zsoldosként, és a magyar szervek ezért felelősségre vonták? Nem jött haza. Tehát ő pontosan tudta, hogy lebukott, tehát volt egyébként ilyen a 90-es évek elején, tehát én magam is részt vettem olyan akcióban, ahol feltártunk olyat, hogy a délvidéken részt vett olyan akciókban, ami nem hivatalos műveletekben, elsősorban népírtáshoz kapcsolódó dolgokhoz kötődött, és nem jött haza, mert hogy pontosan tudta, hogy ő lebukott, és itthon börtön várnál. Tehát akkor is, tehát a 90-es évek elején is erre odafigyeltek a hatóságok, rendőrség, illetve a titkosszolgálatok, és ez most sem változott, tehát ebben biztos vagyok, hogy erre most is odafigyelnek. Hát ráadásul, ha a szám igaz, akkor 93-an, tehát nem kevesen vannak már csak Szíriában. A többiről meg nincsenek pontos adataink. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.